Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! A mostani témánk a lutheri és a kálvini reformáció. A 16. század folyamán kibontakozó reformáció, ez nem volt előzmények nélküli, hanem beleilleszkedett az európai történelemben már a 12. század végétől egyre újabb és újabb hullámokban jelentkező bibliai alapú megújulási mozgalmak sorába. Az első ilyen jelentős megújulási mozgalom, bibliai alapú megújulási mozgalom az 1170-es években indult el a mai Dél-Franciaország területéről, Lyonból, egy Valdó nevű kereskedő munkássága révén, tehát ez a 12. század vége. Aztán a következő ilyen jelentős megújulási mozgalom az 1380-as évek végétől indul el John Wycliffe vezetésével Angliából, majd pedig Csehországból az 1410-es évek elejétől Husz Jánosnak a mozgalma bontakozik ki. A reformáció az a korszak körülményeiből is nagyon-nagyon hát indítatva volt, hiszen a széles tömegekben a 15. század végén és 16. század elején tömeges méretekben érzékelhető volt az élő személyes hitre való igény, az Istennel való személyes kapcsolat utáni keresés, és a sajnálatos helyzetből fakadóan a római katolikus egyház ennek a törekvésnek a segítésére, betöltésére nem mutatott alkalmasságot. Ez már a római katolikus egyház hosszú évtizedekre, sőt évszázadokra visszamenő válságából is következett. A 15. század második felétől az egyházi vezetés csúcsán a pápaság vonatkozásában reneszánsz pápák ültek a pápai trónon, akik leginkább hatalmi harcokkal, vagyongyarapítással, politikai befolyásuk növelésével voltak elfoglalva, és egyáltalán nem a híveknek a pásztorlásával. A főpapokra hasonlót lehetett a főpapok többségére elmondani. Világias életvezetésről, sőt gyakran kicsapongó erkölcstelen életükről voltak nevezetesek a bíborosok, érsekek, püspökök, sőt apátok egy jó része, és hasonló helyzet volt az alsó papság körében is. Ott is a nép száján, hát ott forogtak azok a történetek, amelyek a falusi papoknak az erkölcstelenségeiről szóltak, illetve a papság meglehetős közömbösségéről a hivatásuk, a papi hivatásuk iránt. Ráadásul a pápaság különböző címeken óriási összegeket vitt ki a különböző országokból, amelyeket a helyi uralkodók egyáltalán nem néztek jó szemmel. Tehát a társadalomban volt egy meglehetős elégedetlenség, a társadalom lényeg minden rétegében a hivatalos egyházzal, a római katolicizmussal szemben, és megvolt az igény az Istennel való élő kapcsolatra. Az 1500-as évek első évtizedeiben Luther Márton vált olyan személyé, aki ezt a megújulási mozgalmat, a reformációt el tudta indítani. Ő fiatalon, 20 évesen szerzetesnek állt, ágostonrendi szerzetes lett, majd pap lett, és rendkívül buzgó Isten keresés volt rá jellemző,
és a saját tapasztalatából ismerhette meg, hogy a római katolicizmus nem alkalmas arra, hogy Istennel való élő személyes kapcsolatot közvetítsen az emberek felé. Buzgó biblia tanulmányozás nyomán ismerte fel Luther, hogy csak a Szentíráson alapuló hitelvek és hitgyakorlat révén lehet élő kapcsolatba kerülni a mindenhatóval. Így lehet uralkodni a bűnök fölött, így lehet eredményes hitéletet, hitet megélni. Az is, tehát Luthernek a Biblia került a középpontba, ami a római katolicizmusban egyáltalán nem állt a középpontban. Legalább ilyen súllyal, sőt e fölött állt a tradíció. Luther azonban azt is felismerte, hogy a római katolicizmusnak a Biblia ellenes tradíciója akadályozza az élő hitet, tehát a úgynevezett szent tradícióból, a évszázadok alatt fölhalmozott vallási római katolikus hagyományból Luther szerint el kell hagyni minden olyat, ami szemben áll a Bibliában kijelentett igazságokkal. A széles nyilvánosság elé egy fontos teológiai téma kapcsán a búcsú teológia, illetve a búcsú cédulák ennek a gyakorlati megnyilvánulása pedig a búcsú cédulák árusítása volt, ennek kapcsán lépett ki Luther Márton a széles nyilvánosság elé 1517-ben. Erre az alkalmat az adta, hogy 10. Leó pápa elhatározta a Szent Péter templom újjáépítését reneszánsz stílusban, és ez hatalmas pénzeket igényelt, és ezeket a római Szent Péter templom építéséhez szükséges, újjáépítéséhez szükséges összegek jelentős részét búcsú cédulák árusításával kívánta előteremteni. Ennek kapcsán szögezte ki, vagy helyezte ki, viták folynak arról, hogy hogyan történt ez a kihelyezés. 1517. október 31-én a Szász választófejedelemség fővárosában, Wittenbergben, ahol Luther egyetemi tanár, pap, illetve szerzetes volt, tehát ennek a városnak a vártemploma kapujára helyezte el ezt a bizonyos 95 tételt, amiben a búcsú cédulák árusítását és búcsú teológiát tárgyalja. Ezt az eseményt tekintik már régóta a reformáció kezdetének. Itt látható egy régebbi metszeten, illetve napjaink fényképfelvételén ez a nevezetes vártemplom. A 95 tétel tehát fellép a búcsú cédula árusoknak a visszaéléseivel szemben. Ők például, egy Tetzel nevű búcsú árus is, és mások is, olyan rigmussal próbálták a nagyobb forgalmat elérni a búcsú cédulák vonatkozásában, hogy amint a garas a ládában csörren, a lélek a tisztító tűzből a mennybe röppen, itt látjuk is egy karikatúrát a későbbiekből, ahogy a ládában csörren a garas. Maga a búcsú teológia ellen is szót emelt Luther, és azt hangsúlyozta, hogy a bűnbocsánat megszerzése az bibliai hit által lehetséges, és semmiképpen nem egy búcsú cédula megvásárlásával. Ezért a 95 tétel 62-es pontjában kiemeli a Szentírásnak a központi jelentőségét, hogy ez, mondja Luther, ez az egyház igazi kincstára. A nyomtatás óriási szerepet játszott már a 95 tétel állításainak a népszerűsítésében, hiszen ezt német és latin nyelven egyaránt nyomtatásban megjelentette Luther, de a későbbiek során is a nyomdászat, ami a korszak egy nagyon fontos média eszköze volt, egyik legmodernebb média eszköze volt a korszaknak a könnyomtatás, ezt Luther nagy hatékonysággal használta
használta fel a bibliai hitelvek terjesztésére, így például a 95 tételnek a terjesztésére is. Az élő szóban, illetve nyomtatványokkal folyó meglehetősen élénk viták során Luther egyre több területét vette vizsgálat alá a római katolikus hitelveknek és hitgyakorlatnak, és ezeket ütköztette a bibliai kijelentésekkel, és ennek nyomán nagyon radikális reformot követelt. Már 1520-ban megjelentette az Egyház babiloni fogságáról című írását. Lutherre jellemző volt, hogy már a címben is igyekezett ütősen összefoglalni a fő mondandóját. Ebben nem kevesebbet állított már 1520-ban Luther, hogy Róma az nem más, mint a Bibliában a legsötétebb erők centrumaként szereplő Babilon. A pápa az nem más, mint az Antikrisztus, az ellenkrisztus. A római katolikus vallásban nagy becsben álló úgynevezett hétszentség, ez pedig Luther értelmezése szerint azok a kötelékek, amelyekkel Babilon, tehát Róma tartja fogságban az egyházat. A pápaság nagyon keményen reagált Luther reform fölvetéseire, és X. Leó pápa 1521. januárjában kiközösítette, az exkommunikálta, majd pedig anatémában, nagy átokban, pusztító átokban részesítette 1521. januárjában Luthert és a követőit. Még ugyanebben az évben Wormsban 5. Károly ekkor tartotta, az új német-római császár ekkor tartotta az első birodalmi gyűlését, és az egész birodalmat élénken foglalkoztató reformáció kérdését se lehetett ezen a birodalmi gyűlésen hanyagolni, tehát császári menlevéllel oda rendelték Luthert, hogy vonja vissza a tanításait. Luther azonban ragaszkodott ahhoz, hogy csak akkor vonja vissza a tanításait, és csak azokat a tanításait, amelyeket a Bibliából megcáfolnak. Erre azonban egyetlen egy jelenlévő sem volt képes, így Luther megtagadta a nézeteinek, tanításainak a visszavonását. Erre azonban 5. Károly úgynevezett birodalmi átkot mondott ki Lutherre. A birodalmi átok azt jelentette, hogy bárki büntetlenül megölhette, élve vagy halva kézre keríthette azt, akit birodalmi átokkal sújtottak, ez esetben Luther Mártont. Azonban Bölcs Frigyes elérte, hogy ne lépjen azonnal érvénybe a birodalmi átok, és miközben Luther hazafelé szekerezett a kísérőivel, Bölcs Frigyes egy álrablással elraboltatta Luthert, és Warburg várába menekítette, Bölcs Frigyes egyik várába menekítette a választófejedelm Luthert, hogy megvédje az üldözőitől. Itt történik meg 1522 tavaszán, 10 hét alatt az új szövetségnek a görög eredetiből történő lefordítása Luther által. Egy rendkívül élő, rendkívül nagy hatású fordítás született. Majd 1534-re az Ószövetséggel együtt annak a fordítása is elkészül, azt már egy fordítói csapat végezte Luther vezetésével, és 1534-re már négyben már megjelent a teljes Biblia. A Lutherféle, ez a híres Luther Bibel, a Luther Biblia, ami mind a mai napig a már említett nagy erejű fordítás miatt mind a mai napig az egyik legkedveltebb német fordítás. Óriási hatása volt a Luther fordításnak. Először is nem a Vulgátából fordították, tehát nem a Jeromos féle latin fordításból, hanem az eredeti szövegből, új szövetséget a 1516-ban Bázelben Erasmus szerkesztésében megjelentetett görög nyelvi új szövetségből, annak a segítségével fordította Luther, az Ószövetséget pedig a héber eredetiből fordította a fordító csapat.
Tehát eredeti nyelvekből történt a fordítás. Ez a más nemzetek fiai számára is példát adott arra, hogy az eredeti szövegből kell lefordítani a Bibliát anyanyelvre. Ez történik Angliában, Magyarországon, Lengyelországban és más Skandináviában és Európa szerte a különböző országokban. A másik nagy hatása a Luther Bibliának, hogy az irodalmi nyelv, a német irodalmi nyelvre, annak a kialakulására döntő hatást gyakorolt. Itt látható Wartburg vára, ahol, illetve Luthernek a dolgozó szobája. Ez a 1522-es szeptemberi fordítás, hiszen akkor jelent meg abban a hónapban, Wittenbergben a fordítás. Luther rendkívül biblia szerető ember volt. Érdemes néhány mondatot idézni abból, hogy az evangélium az írt előszavában mit is hangsúlyozott. Először is hangsúlyozta, hogy a görög evangélium szó az a lényeget ragadja meg, hiszen az evangélium az örömhír, jó hír, ahogy írja, jó üzenet, jó hír, jó újság, énekel, beszél tőle az ember, jókedvű lesz. A szívnek minden oka megvan arra, hogy nevessen, örvendezzen mindenütt, ahol hisznek ennek az üzenetnek, az evangélium üzenetének az igazságában. Azt is nagyon érzékletesen írja le, hogy milyen az, amikor a Biblia üzenete megelevenedik a Szentírás mondataiból. Luther számos alkalommal kapott személyes életére szóló kijelentést a Bibliából, tehát megelevenedett a számára és életre szóló vezetést tudott biztosítani Luther számára. Ahogy Luther írja, mintegy a szellem pezseg belőlük, a szavak élnek, kezük, lábuk van, csupa tűz, fény, élet, és az evangélium erejével látott neki az egyházi élet átalakításának. A hit, az élő hit terjedésében nagy szerepet tulajdonított az oktatásnak, méghozzá az anyanyelvű oktatásnak is. Miért? Hogy az emberek a saját anyanyelvükön tudják olvasni a Szentírást, illetve minden olyan munkát, ami a hitük erősítését, növelését tudja segíteni. Tehát az iskoláknak a hit erősítése volt elsősorban a célja, tehát hogy az írás-olvasás révén lehetővé tegyék, hogy az emberek a keresztény hitükben elmélyülhessenek. Meg kell állapítani azt, hogy az állam és egyház korábbi összefonódásával Luther nem számolt le, hanem a reformációnak a hitelveit és hitgyakorlatát államhatalmi segítséggel igyekezett ő is, illetve a reformátorok általában megszilárdítani, biztosítani a fönnmaradását. Az evangélikus, a kialakuló evangélikus egyház, tehát luteránus egyház vonatkozásában az úgynevezett konzisztórium intézménye, testülete mutatja ezt a fajta állam és egyház összefonódást. A konzisztórium ellenőrizte az egyes helyi egyházközségeket. Ahhoz, hogy a 100 választó fejedelemségben meg tudjon szilárdulni az új hitgyakorlat, ezért rendszeres egyházlátogatásokat tartottak az egyes egyházközségekben, és ezeket hívták vizitációnak, ezeket az egyházlátogatásokat. Itt a vizitációt végző személyek a fejedelem nevében jártak el, és hitelvi, fölmerülő hitelvi vagy hitgyakorlati kérdésekben a fejedelemnek jelentettek, és ezeket a kérdéseket a konzisztórium, tehát az egyháztanács tárgyalta meg. Ez hozott hitelvi, illetve fegyelmi ügyekben is döntéseket. A konzisztórium tagjait tehát a fejedelem nevezte ki, és a testület ülésein nagyon gyakran a fejedelem elnökölt, vagy éppenséggel az ő megbízottja. Honnan ered a protestáns elnevezés, amiről fontos tudnunk, hogy ez egy gyűjtőfogalommá válik majd. Ez az 1529-es Speyeri Birodalmi Gyűléshez kötődik. Eddigre már, 1529-re
12 évvel vagyunk a 95 tétel kitűzése után. Eddigre már számos fejedelem, német fejedelem, illetve német birodalmi város csatlakozik a hitújításhoz, és lesz Luther követője. Ezen a gyűlésen a császár 5. Károly felszólítja a rendeket, hogy térjenek vissza a római katolikus hitelvekhez és hitgyakorlathoz, és erre reagálnak a rendek, a fejedelmek és a birodalmi városok, amelynek a képviselői tiltakozásul, protestálva kivonulnak a gyűlésről, és ez egyben hitvallást is jelentett, hogy ők nem hajlandók a megtalált bibliai hitet feladni. A későbbiek során a 16. 17. századnak azokat a hitújító mozgalmait soroljuk a protestantizmus gyűjtőfogalmába, amelyek rendelkeznek két nagyon fontos jellemzővel. Az egyik a bibliai alap, tehát hogy ahogy ezt latinul megfogalmazták, sola scriptura, csak az írás, tehát hogy a szentírás az a viszonyulási pont, az az igazodási pont, ami ez a hitelveket, hitgyakorlatokat abszolút mértékben igazítani kell. A másik pedig, hogy a szembenállás a római katolikus hitelvekkel és hitgyakorlattal, legalábbis azokkal, amelyek ütköznek a bibliai hitelvekkel, tehát éles szembenállás a római katolicizmussal, ez a másik jellemzője a különböző protestáns irányzatoknak, amelyek közül az első, az evangélikus, vagy más néven luteránus irányzat. Fontos megemlíteni a luteránusok kiemelkedő jelentőségű hitvallási iratát, az augsburgi, azaz régi magyar nevén Augsburgot Ágostának hívták, tehát augsburgi vagy más néven ágostai hitvallás. Ezt 1530-ban nyújtották be az evangélikus rendek, Melanchthon, Luther Wittenbergi Egyetemen kiemelkedő tanártársa, Philipp Melanchthon, a híres humanista tanár, preceptor Germanié, tehát Németországnak a tanítója, az iskola szervezésben olyan kiemelkedő volt Melanchthonnak a tevékenysége, tehát Melanchthon fogalmazta meg az augsburgi hitvallást, és nyújtották be ezt a császárnak az augsburgi birodalmi gyűlésen. A császár azonban felszólította ismét az evangélikus rendeket, hogy vissza kell térniük a római katolicizmushoz, különben fegyveres eltiprásban részesül mindenki, aki ezt megtagadná. Az evangélikus rendek Luther tanácsa ellenére fegyveres szövetséget hoztak létre a császárral szemben, a császárral szembeni védekezés céljára, és 1546-ban ki is robbant a fegyveres küzdelem a császár és a Schmalkaldeni Szövetség, tehát az evangélikus rendek között. Az elhúzódó küzdelemben egyik fél sem tudott döntően felülkerekedni, így végül 1555-ben egy kompromisszumos megoldás született, ez a nevezetes 1555-ös augsburgi vallásbéke. Ebben az evangélikus vallás most már szabad gyakorlatot, vallásgyakorlatot kapott, minden olyan helyen, ahol a felsőbbség, tehát fejedelem vagy a birodalmi város az evangélikus vallás mellett dönt, katolikus területekről pedig nem mágia útján füstként távoztak az evangélikusok, hanem szabadon a vagyonuk megtartásával elköltözhettek evangélikus tartományba, ahol, vagy városba, ahol a vallásukat szabadon gyakorolhatták. Nézzük meg a reformáció másik kiemelkedő irányzatát, a kálvini irányzatot. A Calvin János, Jean Calvin francia reformátor nevéhez fűződik ez az irányzat. Ő 24 évesen, 1533-ban nagyon bátor hitvalló kiállása miatt kénytelen volt Párizsból elmenekülni, pedig nagyon ígéretes tudományos pálya állt Calvin előtt, és külföldi emigrációba kényszerült.
Ennek során a Párizsból, Franciaországból érkező protestáns üldöző hírekre írja meg kiemelkedő munkáját, az institúciót, röviden csak institúcióként emlegetik, ami egy hosszabb címet takar egyébként, és annak a magyar fordításban kb. Így hangzik, hogy tanítás a keresztény vallásra. Tehát ez az institúciót ő 1536-ra írja meg, és ekkor jelenteti meg. És amikor emigrációs vándorlásai során Svájcba és azon belül is Genfbe, a francia nyelvű városba jut, már a munkájának a híre megelőzte őt, és a város reformátora, egy Farel nevű szintén franciaországi menekült protestáns lelkész, mivel nehezen boldogul a város reformációjával, ezért Luthert ott marasztja a városban, és fölkéri, hogy támogassa a város reformációját, és 1536-ban így Calvin Genfbe telepedett le. A hatóságok, a városi hatóságok támogatásával igyekezett nagyon buzgó protestánsokat formálni a város lakóiból. 1542-ben adja ki a város a Calvin által készített nagyon szigorú egyházi rendszabályokat, amelyet keményen be is tartottak. Ezeket a rendszabályokat elsősorban az egyháztanács, a konzisztórium segítségével tartották be. Ebbe a konzisztóriumba lelkészek és presbiterek tartoztak. A 12 presbiter nagyon széles jogokkal volt fölruházva az egyházi rendszabályok ellenőrzése terén. A genfiek nem zárhatták be az ajtaikat, hogy a 12 presbiter, tehát tekintélyes világi előjáró, bármikor ellenőrizhesse a polgároknak a vallási és erkölcsi életét, és kemény büntetéseket róhattak ki. Calvin is nagyon fontosnak tartotta az oktatást. 1559-ben Genfben teológiai akadémiát hozott létre. Ennek óriási szerepe volt abban, hogy Franciaországban nem a lutheri, hanem a calvini irány, azaz a hugenotta irány diadalmaskodott. Ez vált meghatározóvá. Tudni kell, hogy Calvin tanításai több ponton eltértek Luther tanaitól. Az egyik ilyen kérdés az úrvacsora kérdése volt. Luther szerint úrvacsorakor az ostya és a bor vételének a pillanatában Jézus valóságosan jelen van. Ezzel szemben Calvin azt mondja, hogy nincs jelen, mert a mennyben van Jézus az úrvacsora vételekor is. Viszont Calvin állította, hogy Jézus teste és vére az nagyon valóságosan közvetítésre kerül a kenyér és a bor által az úrvacsorában, tehát teológiai téren is jelentős eltérések voltak. Ide tartozik egyébként a predesztináció, az eleve elrendelésnek a kérdése. Calvin szerint Isten már az örökké valóságban eldöntötte, hogy kit rendelt üdvösségre, és kit nem. Mint más protestáns irányzatok, Calvin számára is a Biblia volt a meghatározó, a Szentírás abszolút tekintélyét hirdette, Isten beszédeként szólt a Szentírásról, amin keresztül Isten üzenete hangzik az emberekhez, és a Biblia tanulmányozást nem egyszerű intellektuális tevékenységnek tekintette, hanem ennek a fő célja Krisztus megismerése kell, hogy legyen, és valóságos Isten ismeretre jutás.
a Szentírásnak mennél szélesebb rétegekhez való eljuttatását tartotta az egyik legfontosabb feladatnak. Nem véletlen, hogy a 1535-ben megjelentetett francia teljes protestáns bibliafordításhoz ő írta az előszót. A római katolicizmust igen erős bírálatban részesítette. Először is, mivel az igaz egyház alapvető ismérvei hiány látta Calvin a római egyházban, ezért nem tekintette keresztény egyháznak. Ahogy írta, a katolikus egyházban félig, idézem, félig el van temetve a Krisztus, el van nyomva az evangélium, és annyira össze van zavarva minden, hogy inkább Babilonnak, mint Isten szent államának a képe látható benne. A pápai tekintélyt is, a pápaság intézményét is teljességgel elfogadhatatlannak tartotta, ahogy egy kérdés sorral megfogalmazta, idézem, azt tartjuk mi apostoli széknek, ahol semmit sem látunk mást, mint csak borzalmas hitehagyást. Az legyen-e Krisztus helyettese, aki őrült igyekezettel üldözi az evangéliumot, és ezzel nyíltan elismeri, hogy ő az Antikrisztus. Az legyen Péter utódja, aki tűzzel és vassal pusztít azért, hogy lerontsa mindazt, amit Péter épített. Az legyen az egyház feje, aki az egyházat Krisztustól, az egyedüli igaz főtől elszakítja? Kérdezi Calvin. A római katolikus egyházat bibliai alapon vette vizsgálat alá, és Lutherhez hasonlóan minden olyan tradíciót elutasított, amely ellentétes volt a Bibliával, így a misét, szentek kultuszát, Mária kultuszt, ereklyék, képek, szobrok tiszteletét, búcsukat, körbenetet és még sok mást. Calvin ugyanakkor más protestáns irányzatokkal szemben is élesen föllépett, így például az anabaptistákkal szemben, az újrakeresztelők ellen nagyon vehemens támadásokat intézett. Hasonlóképpen az antitrinitáriusok ellen is föllépett, azaz a Szent Háromság tagadók ellen. Szervét Mihály halálra ítélésében is része volt. Ő az a spanyol orvos, aki az antitrinitáriusok egyik ismert európai vezetője volt. Ő éppen Genfen utazott keresztül, amikor elfogták. Calvin a lefejezését javasolta, de a városi tanács végül is úgy döntött, hogy mágián égették el Szervét Mihályt, és így is történt. Nagyon köszönöm a figyelmet!